Arnold? Tessék. Vezethetek? Igen. Most? Akkor nem. Miért? Már nem tudsz. Jaj, de én nagyon szeretnék. Na jó, úgyis éltem már eleget. Jaj, köszike, na? Jaj, mi lesz ebből? Na, hopp, hopp. Arnold, hova lett a kormány? Mögötted van. Mikor került oda? Még 4 éve tette oda egy robot a gyárban. Jó, de akkor most hogy vezessek? Ahogy nem tudsz, jól. Jaj, Arnold, olyan tapló vagy. Miért nem szóltál, hogy háttal ülök? Hát, mert nem a hátaddal ültél, hanem a seggeddel. Na jó, akkor így már megvan a kormány. Arnold? Jár a motor? Nem, egy helyben áll. Aj, miért kell mindig kiforgatni a szavaimat? Arra vagyok kíváncsi, hogy be van-e indítva a motor, mert félek, hogy megint ráindítózok, mint a múltkor. Aztán tele lesz fogaskerékkel a motortér. Na. Na jó, látom, hogy rád nem számíthatok. Majd kipróbálom magam. Na, szóval finom gáz, kuplunk fel, megyünk. Ezt mondják a buszban is, ami mellettünk tolat. Csak a busz tolat. Hallod, Arnold? Azt hittem, mi megyünk, de közben csak a busz tolatod mellett. Na, figyelj, jó? Na, menjünk, beteszem egyesbe. Az a kézifé... Mindegy, most már tényleg megyünk. Arnold, miért megyünk, amikor én nem akarom? Mert a kocsi megszokta, hogy önálló legyen, ha te vezetsz. Na nem baj, úgyis el akartam indulni. Hátra? Miért? Arnold, basszus, hátrafelé megyünk, mit csináljak? Hivatkozz a fejfájásodra, az mindig beválik. Ne izélj már, na, mit kell tennem, hogy megálljunk? Lépj a fékre. Az melyik? A második. Balról vagy jobbról? Emeld fel a bal kezed. Nem tudom, mert ez a sebváltón van. Akkor a középső. Na, sikerült. Elsőre eltaláltam. A nénit. A pedál csak másodszorra. Bocsánat, hölgyem! Nem direkt volt. Na, húzzuk innen gyorsan. Na, akkor hívok egy taxit. Ne vezesse? Nem. Én is el tudok vezetni. Vagyok olyan ügyes, mint te. Csak most... Fáj a fejem. Igen, és még annak a 3 gyalogosnak is, akiken most menték keresztül. Bocsi, bocsi, csak fáj a fejem! Hát, hogy ezt mindenki beszopja. Na, most már tényleg indulunk, azt mondja, egyes, kuplunk fel, gáz! És mindez egy pedállal. Kuss! Látod, hogy haladunk, Arnold, ha az alsó világít, mehetsz, ha a felső, akkor meg kell állni. Köszi. Basszus, miért nem mondtam szint? Jaj. Jaj, Arnold, miért nem mondtál inkább szint? Na, hát látod, hogy neki mentünk. Én inkább úgy mondanám, nekik. Úristen, Arnold, ide jön az a rendőr, ráadásul nő. Na, ennek mondd, hogy fáj a fejed. Ne haragudjon, biztos úr, biztos hölgy. Arnold? Ez miért tátog? Ki, Arnold, kifogtam egy néma rendőrt. Mondom! Ne haragudjon! Lesz meglepetés, ha letekered az ablakot? Ne haragudjon! Nem értem, amit mond! Elgurulok jel tolmácsért! Hú, Arnold! Lehet, hogy nem volt néma, csak le kellett volna tekernem az ablakot. Na mindegy. Lényeg, hogy leléptünk. Mit szólsz? Milyen jól megyünk az autópályán? Igen, és csak mi egyedül ebbe az irányba. Figyú! Szerintem én tök okos vagyok. Mindenki a másik 2 sávba megy, a túloldalon mi meg ebben megyünk gond nélkül. Aha, gond nélkül. Majd átértékeled, ha ide ér az a kamion. Baszki, Arnold, hogy előz az a kamion? Nem látja, hogy jövünk? Látni látja, csak nem hiszi. Jaj, Arnold, jaj, ez nekünk, mit csináljak, mit csináljak? Én nem tudom, de most először fog fájni a fejed. Na jó. Na. Jaj, jaj, köszi, Arnold, olyan ügyi vagy. Na, megmentetted az életünket. Inkább vezess te. Nekem már elég volt. Jaj. Jajukám. Na, akkor indulhatunk? Igen. Sokkal jobb itt az anyós ülésben. Figyelj, Arnold, akkor is szeretnél, hogyha nem vezetnék ilyen jól. Akkor is. És ha hazaérünk, megszeretkedsz? Meg. Annak ellenére, hogy ma este Bajnokok Ligája van. Tényleg? Ú, de fáj a fejem.